a latin nyelv szerepéről, mégpedig az egyház életében, mivel hogy a latin a mai napig ugye az egyháznak a szakrális anyanyelve, a szent nyelve. Ezt a legújabb egyházi dokumentumok is megerősítik, és annál furcsább, hogy a gyakorlatban annak vagyunk tanúi, hogy nagyon sokszor, hát nem csak egyszerű hívek, hanem nagyon gyakran papok is, sőt, hát olyan idős papok, akik még ugye jó latin képzésben részesültek, tehát uralják a nyelvet, gyakorlatilag nem csak, hogy elutasítják a latin nyelv liturgikus használatát, hanem én nagyon sokszor egy teljesen irracionális gyűlölettel is találkoztam a latin nyelv iránt. Most ez egy nagyon paradox dolog, mert például az a fiatalabb generációban már sokkal kevesebb az előítélet és az ellenállás a latin nyelv iránt, legalábbis most papokról beszélek, de itt viszont egy másik hiány dolog hiányzik, ez pedig a latin nyelv ismerete. Ugyanis a latin nyelvet már jó ideje nem csak a ugye állami iskolákban, de még az egyházi iskolákban sem igazán oktatják. Ugye én magam is pár éve még tanítottam latint a mi Premontrei gimnáziumunkban, de utána annyira lecsökkent az óraszám, hogy fölöslegessé vált, egy tanár bőven elég a szükségletek ellátására. Tehát ugye a latin valahogy egyre inkább kikopik az egyház használatából, a mindennapi ugye, köztudatból, és mégis valahogy jelentkezik, főleg a fiatalabb generációkba egy újabb nyitottság a latin iránt. Persze lehetne beszélni arról, hogy mi is az oka ennek, hogy mondjuk engem sem nagyon alaposan tanítottak a latinra, tehát amit én tudok, az főleg magánszorgalomból tanultam meg. Tehát csak úgy tehet szert valaki ma alaposabb latin tudása, hogy szépen leül, és önszorgalomból elkezdi tanulni a szavakat, ugye szótári alakkal, tehát ugye az alanyeset, birtokos esesít a szavak neme, és utána megtanulja, hogy a különböző szófajokat a dövüknek megfelelően hogyan kell ragozni. Tehát ez mind olyan dolog, hogy jó alaposan le kell ülni, meg kell melegíteni azt a széket, és újra meg újra ezeket az ismereteket ugye fölújítani. Hát ez nem egy kreatív, ugye ez a manapság a hűszó, hogy mindennek kreatívnak, érdekesnek kell lenni. Ez nem egy nagyon kreatív és izgalmas munka, de az ilyenfajta magolós feladatokat, hogyha valaki nem végzi el, akkor utána az ő kreatívsága teljesen, hogy mondjam, homok talagon nyugszik, tehát abszolút nem tud igazi értéket produkálni, hogyha a tárgyi tudást, azokat az építő kockákat, amiből aztán variálni tudunk, nem szerezzük meg, nem fektetjük le. Na most nézzük tehát, egyébként nagyon érdekes, hogy még a második vatikáni zsinat idején is a legtermészetesebb dolog volt, hogy az összes dokumentum latinul van, és minden püspök latinul szólt hozzá a mitához. Tehát spontán fölállt, és a beszédét elmondta latinul. A mai korban pedig ez sem a papokról, sem a püspökökről, még a bíborosokról sem mondható el. Tehát iszonyatos nagy probléma lenne, hogyha most megint általánosan ugye használni kellene a latint az egyház belső életében is kommunikációjában. Ugye például én még tanulja voltam, amikor Paskai László bíboros ugye Szijénában bemutatta azt a bizonyos régi rítusú püspöki misét az 56-os áldozatokért. Ugye ő olaszul nem tudott, de azzal a latinnal, amit még fiatal korában megtanult, azzal ő nagyon jó elboldogult az olaszok között, és ugye ő mondta latinul, azok válaszoltak olaszul, és tökéletesen működött oda-vissza ez a kommunikáció. Na, tehát nézzük megint, hogy mi is ez a szakrális nyelv, ez a szent nyelv. Ez nem csak a kereszténységnek, hanem gyakorlatilag, amíg a pogány vallásoknak is egy ismerős fogalma. Ugye még az antik görög vallásban is, az ókori görögöknél följegyezték, hogy azok a bizonyos pogány imádságok, proféciák, orákulumok,
amiket a pogán papok végeztek, olyan görögséggel íródtak, amiket még a papok sem értettek, de mégis használták. A zsidóknál tudjuk, hogy ugye a liturgia nyelve azaz óhéber volt, a mindennapi életben pedig arámul beszéltek, és ugye tehát a zsinagógában legfeljebb az olvasmányok hangoztak el arámul, a többi imádság az héberül. És ugye hát a nagykorúságnak az egyik föltétele volt, hogy valaki megtanuljon héberül olyan szinten olvasni, hogy nyilvánosan képes legyen ugye fölolvasni a Szentírásból. Aztán ugye az Úr Jézus, amikor ő maga találkozott föld életében ezzel a gyakorlattal, ugye hogy a jeruzsálemi templomban és a zsinagógában is a héber a liturgikus nyelv, ami nem anyanyelv volt, nem beszélt nyelv volt, hanem egy kifejezetten istentiszteleti nyelv, soha egy szóval sem helytelenítette ezt a gyakorlatot, hanem teljesen elfogadta és beleilleszkedett ebbe. Aztán ott vannak tudjuk, hogy a muszlimok óarab nyelvet használnak, egy olyan fajta arab nyelvet, ami egyik arabnak sem az anyanyelve, hiszen azok mind különböző dialektusokban beszélnek, tehát ezt csak az imára használják. A buddhistáknál ott van a páli nyelv. Nézzük akkor a keresztényeket. Például az ortodoxoknál is a mai napig az ógörög vagy az ószláv nyelv, ha nem is kizárólagos jelleggel, de azért erőteljesen ott van a liturgikus gyakorlatban. Ugye hát az én ortodox nagymamám nekem is először ószlávul tanította meg a minatyánkot, és az természetes volt, hogy a templomban. Hát az félig meddig értette az ember, de nyilván semmiképpen nem a beszélt szint nyelvén. Aztán ugye az örmények, a koptok, a szírek ugyanígy egy olyan nyelvet használnak, egy olyan arhaikus, ma már nem beszélt nyelvet, ami ugye kifejezetten liturgikus nyelv. Még a protestánsoknál is láthatjuk, hogy például a ugye, anglikánok, akik jobban ragaszkodnak ugye a régi hagyományaikhoz, ez a High Church anglikanizmus, ami nagyobb hangsúlyt fektet a liturgiára. Ugye a Book of Common Prayer nevű, ugye tulajdonképpen imakönyvükben, misekönyvükben, ugye az első Erzsébet-kori angolságot használja, ami a maihoz képest egy nagyon emelkedett és méltóságteljes angolság. Vagy nézzük csak a magyar protestánsokat, hogy mennyire ragaszkodnak, milyen görcsösen belekapaszkodnak a maguk ugye Károli fordításába, és hát azt gyakorlatilag kizárólagosan ezt a Biblia fordítást használják. Tehát ezek mind ilyen egyfajta liturgikus szakrális nyelve. Tehát a szakrális nyelv egy olyan nyelv, ami kifejezi a természet fölötti, az isteni, az egészen más valóságot, ami nem hétköznapi. Egy olyan nyelv, ami az emberben azonnal egy transzcendens benyomást ébreszt. A szakrális nyelvben kifejeződik az a tudat, hogy az ember nem húzhatja le Istent a saját szintjére, amikor kapcsolatba akar vele lépni, hanem neki kell kiemelkedni ugye a földi valóságokból is fölemelkedni a természet fölötti valóságok szintjére. Ugye olyan sokszor idézem a bizánci liturgiából a kerubéneknek azt a részét, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert ugye az angyalok királyát fogadjuk, tehát a földi nyelvet is félretesszük ilyenkor, amikor az Istennel kommunikálunk. A szakrális nyelvnek az is egy sajátossága, hogy ez általában egy archaizáló, egy régies nyelv, még akkor is, hogyha valamilyen kapcsolatban van a népnyelvvel. Nagyon szereti a régies szavakat, régies kifejezéseket, szófordulatokat, hiszen amikor mi az örök és változhatatlan Isten imádjuk, aki ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, akkor ezt az örökké valóságot mi leginkább úgy tudjuk kifejezni, hogy valami régihez, ősihez, hagyományoshoz nyúlunk vissza. Egyébként amikor most egy 10-15 éve kiadta a Vatikán az utasítást, hogy hogyan kell a liturgikus szövegeket fordítani népnyelvekre, akkor abban is benne van,
hogy igenis meg kell teremteni a mai népnyelvekben egyfajta ilyen szakrális formát, egy liturgikus formát, amiben nyugodtan kaphatnak helyet ezek az arhaizáló szavak is kifejezések. Ezen kívül jellemzi a liturgikus nyelvet az idegen szavaknak a használata, amelyeknek vallási hangzása van, egyből vallási valóságokra asszociálnak. Ugye még a latin liturgiában is megmaradt az arámból, vagy a görögből, vagy a héberből, például az alleluja, a hozsanna, az amen, vagy nagyon sok nyelven ugye azt, hogy Dominus Deus Sabaot, ezt a Sabaotot sem fordítják le, hanem így mondják, hogy Sabaot, tehát a seregek Ura Istene. Jellemző a liturgikus nyelvre ugyanaz, ami a Biblia nyelvére, az ismétlések, a paralelizmusok. A paralelizmus az a Zsoltárokban látható, hogy a Zsoltárnak két fél verse van, és ugyanazt mondja kétszer, csak más szavakkal, tehát párhuzamosan ismétli. A rímek használata, a ritmikus végződések, az alliterációk. Mindez azért van, mert a nyelv, általában az emberi nyelv nem csak a kommunikációt szolgálja, nem csak az ismeretközlést, hanem igenis tartalmazza, kifejezi az érzéseket, a tapasztalatokat, a hangulatokat. A nyelvnek van egyfajta közösségteremtő szerepe is. Gondoljunk bele, hogy amikor verset olvasunk, akkor ezt nem azért olvasunk, hogy valami új információt szedjünk fel, hogy valami konkrét dolgot kommunikáljunk, hanem inkább ezeket az érzéseket, hangulatokat akarja átadni például a vers. Na most a liturgia nyelve elsősorban ugye Istenhez szól, nem a másik emberhez. Isten nem szólul rá arra, hogy mi valami információt közöljünk vele, amit ő nem tudna egyébként, hanem ugye a cél az, hogy áthidaljuk valamiképpen ezt a szakadékot a profán világ és a természet fölötti Isten között, és hát ugye ezért használjuk a nyelvet, de egy olyan nyelvet, ami kifejezi az egész lényünket, ami egész természet fölötti tapasztalásunkat. Nagyon érdekes, hogy amikor ugye a zsidók már a babiloni fogság után elvesztették a héber nyelvüket, átértek az arámra, ugye már nagy többségükben nem értették a héber nyelvű ugye, írásokat, akkor ugye lefordították a szórvány zsidóság számára görögre ennek a fordításnak a neve Septuaginta, vagy 70-es fordítás. Onnan kapta ezt a nevet, hogy a hagyomány szerint ugye Alexandriában 70 férfiú fordította, és amikor befejezték a munkát, anélkül, hogy összebeszéltek volna, azonos szöveget adtak ki, ezt mondja a legenda, ugye? Tehát ennek a Septuagintának is érdekes ez a biblikus nyelve, hogy bár görögül van, de nagyon sok héber arám kifejezést használ, és ezeket párosítja a hellénista irodalmi formákkal. Nézzük akkor, hogy hogyan is alakult ki a latin liturgikus nyelv. Rómában, mint tudjuk, a liturgia nyelve az első időszakban egészen gyakorlatilag a mondjuk 3. század közepéig, de tovább is, szinte a 4. századig, a liturgia nyelve a görög volt. Amikor Pál apostol ír a rómaiaknak egy levelet, akkor ugye ez a levél is görögül íródik, mert azt értették, a latint nem. Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy Róma ugye egy nagyon-nagyon kozmopolita város volt, rengeteg idegen nép lakott ott, és a többsége a lakóknak a földközi tenger keleti vidékéről származott, ahol a görög volt a kommunikáció nyelve. Ugye létezett egy ilyen köznyelvi görög, az úgynevezett koiné, ami olyan volt sokszor, mint ma az angol, hogy ugye a kereskedelemnek, a kommunikációnak a nyelve. És hát ezek a betelepült lakók, ezek ilyen görög nyelvet beszéltek. Viszont a görög műveltség és az antik görög nyelv, tehát az ókori görög filozófusok és költők nyelve,
az a felső osztályokban is népszerű volt Rómában, mint a műveltségnek, a művészetnek a nyelve. Tehát az előkelő népek azok igyekeztek megtanulni görögül is, eredetiben olvasni a görög filozófusokat és költőket. Az egyházban viszont több mint 200 évig a görög maradt, a görög volt a névnyelv, annak ellenére, hogy ez a betelepült névtömeg egyre inkább áttért a latinra. De az egyház mindig egy kicsit ugye konzervatív módon ragaszkodott az eredeti hagyományokhoz. A váltás a görögről a latinra elsősorban a Biblia fordítások terén történt, mégpedig először a második század közepén Észak-Afrikában. Tehát Szent Ágoston ugye Észak-Afrikában volt püspök, és hát az ő hívei latinul beszéltek, és latinul kellett ugye neki prédikálni, meg misézni is. Tehát ez a második század közepe táján történt ez a váltás a latinra. A Biblia fordításoknál ugye ez főleg Szent Jeromos műve volt, a Vulgáta, a máig ugye használatos, hivatalos, katolikus latin Biblia fordítás. Ugye alkalmazza a szakrális stilizációt, tehát ugye senki sem beszélt latinul úgy, ahogy a Vulgáta íródott. És úgy sem, ahogy például a misekönyv könyörgései íródtak. Tehát ez egy sajátos szent nyelv volt, amit erre a célra hoztak létre. Nem az utcai latin nyelv volt, nem a mindennapi latin nyelv. Nagyon sokszor ugye találkozunk a literalizmussal, tehát hogy szó szerint lefordítanak latinra egy kifejezést a görögből, ami ugye hát a latinban addig nem létezett, egyáltalán nem is hangzik jól, nincs is értelme latinul, csak akkor van értelme, hogyha valaki tudja, hogy ez hogy hangzott görögül eredetileg. Például ugye egy csomó szót ki is kellett találni, arra hogy például megváltás, redemció, meg ilyen sajátos keresztény dolgokat addig nem ismertek, azt ki kellett találni. És így kialakul a latinban is egy szakrális stílus. A váltás a görögből a latinra Szent első Damaszusz pápa idején válik teljessé, ugye az ő titkára volt Szent Jeromos, és ez a 4. század közepén történt. Ugye az egyik tanulmányban, amit olvastam, a szerző kicsit rosszalja ezt a váltást, hogy miért kellett föladni az eredeti görögöt a latin kedvéért, vagy legalábbis miért kellett ilyen teljességben a Kyrie eleison és a Triságiont, ugye a Hagios Soteos, Hagios, a Thanatos Hagios Kyrios, amit nagypénteken használunk, ez a kettő kivételével föladta az egyház a görögöt a latin kedvéért, és ez a tanulmány arról beszél, hogy lehet, hogy itt van a gyökere a kelet és a nyugati egyház eltávolodásának, hogy a latin, a római papság már nem tudta ugye a keleti egyháznak az anyanyelvét, nem tudta olvasni az ottani teológusokat, nem értette az ottani liturgiát, tehát is, hogyha már a papok sem értik, akkor gyakorlatilag a kapcsolat is megszakad, és így érzelmileg is, nem csak földrajzilag, hanem érzelmileg és fölfogásban is egyre inkább távolodtak egymástól a keletiek és a nyugatiak. No, minden esetre megfigyelhető ez a római tradicionalizmus, hogy a végsőkig kitartottak az eredeti görög mellett. Miért van ez? Mert az első és a második században az elsődleges a tartalom volt, tehát a tartalmat kell átadni, mindenki a hívei közül görögül ér, akkor görögül fogjuk nekik hirdetni az evangéliumot. A negyedik századra már ugye a néptömegek sokkal inkább ugye átvették a keresztény hitet, tehát már nem kellett a nulláról téríteni. Akkor már a nyelvi kifejezésforma válik fontossá, akkor már cizelálódik a nyelv, és ilyen módon most már ugye az előkelő nyelvi formulákat is ki kell dolgozni. A IV. Században a pogány vallás már nem jelentett veszélyt, tehát
lehetett ugye most már a formának a tökéletesítésére is időt szentelni. Ugyanúgy, ahogy a kereszténység beépítette az ókori pogány római építészetet, nyelvezetet, szokásait, és ezt ugye keresztényé tette, egy csomó ünnepünk a karácsonyon elkezdve, ugye eredetileg ugye van egy pogány alap, amire épül, csak aztán keresztény tartalmat kapott, ugye. Tehát ezeket krisztianizálta az egyház, megszentelte, és ugyanúgy tehát a latin nyelvvel is ez történt, hogy most ezt a nyelvet, ami ugye hát az eredete szerint semmiképpen nem szent, hiszen egy keresztény üldöző istentelen birodalomnak a nyelve volt, most viszont átvette, magáévá tette, és keresztény tartalommal eltöltve, keresztény módon átalakítva megszentelte. Tehát ez a késői antik kultúra evangelizálása. Ezt azért is kellett megtenni, hogy a római elit ugye, társadalmi rétegeket megnyerjék, mert azokat nem lehetett akármilyen pongyola nyelvezettel meggyőzni, hanem igenis adni kellett a üzenetnek a nyelvi formájára is. De ahogy mondtam, tehát a liturgikus latin az semmiképpen nem azonos Cicero latinjával, sem pedig az utcán beszélt latinnal, nem volt közérthető a korabeli latin anyanyelvű emberek számára, hanem azonnal a hallgatóban egyfajta szakrális benyomást keltett. A következő a latin nyelvnek az előnyei. Hogy hogyan is lehetett az, hogy annyi évszázadon át ez a latin nyelv ennyire kizárólagossá vált, és ilyen fontossá vált a nyugati egyházban. Erről beszél többek között 11. Pius pápa a Officiorum Omnium apostoli levelében, amit 1922-ben adtak ki. És azt mondja 11. Pius pápa, egyébként az én kedvenc pápám, hogy a latin nyelv univerzális, változhatatlan és nem népnyelv. Ez teszi őt különösen is alkalmasra, hogy az egyház nyelve legyen. Miért fontos az, hogy univerzális legyen? Mert közérthető jele az egységnek, az egyház katolicitásának. Ugye a katolicitás azt jelenti, hogy népeket, fajokat, egyes kultúrákat, területeket túlszárnyal, ezek fölött áll, egyetemes. Tehát a latin nyelv használata kifejezte a helyi egyház egységét Rómával és a világ egyházzal. És nem csak, hogy kifejezte ezt az egységet, hanem létre is hozta. Ugye képzeljük, tehát ez csodálatos belegondolni, hogy mondjuk a középkor folyamán, ha valaki Magyarországon megtanult latinul, akkor minden további nélkül mehetett Oxfordba, vagy Páduába, vagy akármelyik európai egyetemre tanulni, vagy tanítani, semmi akadályra nem ütközött, mert minden latinul. Tehát ezt az egy nyelvet kellett tudni, nem úgy, mint manapság, hogy mint amint két nyugati élő nyelvből középfokú nyelvvizsga és valamiből felsőfokú is, három-négy nyelvet kell megtanulni. Ha az ember valami tudományos fokozatot akar elérni, akkor elég volt egyet a latin. Ez az egész civilizált világon elegendő volt. Tehát létrehozta ezt az egységet, sokkal könnyebbé tette a kommunikációt. Ugye azért ne felejtjük, hogy a középkori latin, az egyházi latin az jóval egyszerűbb, mint az ókori, mondjuk a Cicero latinjánál. Tehát sokkal kevesebb erőfeszítésbe került ennek az elsajátítása. Főleg ugye, hogy gyakorlatilag már kiskortól kezdték. Ugye? Hát a gyerekeket is bevonták a liturgiába, különösen a zsoltározásba, és ugye hát a zsoltározáshoz meg kellett tanulni latinul írni, olvasni, aztán lassan kell érteni, és hát így szépen a legkisebb kortól belenőttek a liturgián keresztül a nagy latin kultúrába, az egyházias érzületbe. Na most ugye az egyetemesség kapcsán egyébként ugye mesélték a régi időben, hogy az egyik magyar paraszt bácsi elkerült valahogy Párizsba a szentmisére, és akkor örvendezve újságolta otthon, hogy ott is magyarul mondják a Pater Nostert.
Teljesen úgy, mint otthon. Tehát az ő számára nem jelentett újdonságot egy Párizsba, vagy akár Tokióba végighallgatott szervise, mert ugyanaz volt, mint az ő otthoni kis falusi templomában. És ez mennyire fontos lenne a mai korban is, amikor ugye a globalizáció kapcsán, az emberek mozgékonysága kapcsán sokkal erősebb a kapcsolat, és sokkal nagyobb a információcsere népek és kontinensek között. Egyébként a II. Vatikáni zsinatnak a liturgikus konstitúciója különösen kiemeli ugye azt a vágyát, hogy a hívek ne külső néma szemlélőként legyenek jelen a liturgián, hanem abba kapcsolódjanak be és értsék, ami ott történik. Ezt az aktív bekapcsolódást, hogy ne néma szemlélőként legyenek jelen, sokszor a latin nem hogy akadályozná, hanem éppen a latin teszi lehetővé, hiszen pontosan a tömegturizmus, a sok utazás, a nép vándorlások idején pontosan az egységes nyelv teszi lehetővé azt, hogy a katolikus ember a világ minden katolikus templomában otthon érezze magát. Vagy a pap a világ minden részén, bármely katolikus templomban például visészhessen nyilvánosan a nép előtt. Ezt éppen a latin tenni lehetővé, és éppen a népnyelv akadályozza. Mert ha én ugye olyan országba megyek, aminek a nyelvét nem beszélem, akkor egy bukkot se értek a miséből, és papként sem tudok ott semmi hasznos tevékenységet folytatni gyakorlatilag, mert ugye hát a nyelvi akadály ott van. Vagy gondoljunk a nemzetközi misékre, ami előfordul nagy zarándoklatok alkalmával, egy Lourdes-ba, egy Fatimába, Rómába ugye például, hogy ugye most mit csinálnak a pápai miséken? Hát minden olvasmány, minden egyes fohász a hívek könyörgéséből, minden más nyelven van. Tehát egy olyan nyelvi kavalkád van, hogy ugye az ember, hogyha nem beszéli ezeket a nyelveket, akkor legfeljebb mondjuk egy nyelvet beszél, akkor a misének egy huszadát érti, a többit nem érti, mert ugye az más nyelveken van. Na most a latin nyelvnek, és ez főleg a Benedek pápa idején, ő nagyon potenciálozta a latin nyelvnek a visszatérését a pápai misékben. Tehát egy népet sem diszkriminálnak, hogy az ő nyelve háttérbe szorul, hogy az ő nyelvét elnyomják. Egy nyelvet sem emelnek ki, hogy akkor most tessék mindenki beszéljen angolul vagy németül, mert ez a trendi nyelv, most ezen a nyelven van a mise 80%-a például, hanem a latin az senkinek sem a nyelve, és ugyanakkor mindenkinek a nyelve. Térbeli egyetemesség, de időbeli egyetemesség is, mert összeköt minket a mi őseinkkel, a szentekkel, a misztikusokkal, tehát a hit áthidalja a térbeli és az időbeli távolságokat is. Egyébként ezt többször szoktam mesélni, hogy a papi működésemnek egy részében egy háromnyelvű plébánián voltam, ahogy egyharmad a magyar volt, egyharmad a horvát bunyevác, és hát volt már eredetileg egyharmad a német volt, ez most ugye megváltozott, tehát sokkal kevesebb a német, de mondjuk fele magyar, fele horvát és egy kis rész német. Ugye hát a nagy ünnepekkor ez nagy probléma volt, hogy most nem lehet három nyelven nagyheti szertartásokat tartani, vagy három évféli misét tartani, nem akkor elővettem a három jó vastag misekönyvet, azt rátettem az oltára, és utána váltogattam. Na de hát a hívek ugye árgus szemekkel figyelték, hogy mikor váltok, és hogy melyik nép mennyit kap a saját nyelvén, mert hogyha valamelyik nyelv túlsúlyba került, akkor a sértett népcsoport fölállt, megfordult és kiment a templomból. És utána magyarázkodtam, hogy én miért utálom őket. És miért részesítem előnyben a másik népet. Úgyhogy aztán én próbáltam egy kicsit kifogni rajtuk azon, hogy elég sűrűn váltogattam, tehát nehéz volt ezt követni. De az évféli misén viszont azt csináltam, hogy fölajánlásig nép úgy, ahogy a három nyelvet kombináltam, utána fölajánlásra azt mondtam, hogy kedves hívek,
Ami minket elválaszt, azok a mi külön kultúráink, külön nyelveink, de van nekünk egy közös vonásunk, hogy mindjárt a katolikus Anya Szent Egyház gyermekei vagyunk, ennek az egyháznak van egy közös nyelve, és én most ezen a közös anyanyelvünkön mutatom be a szentmise további részét. És mindenki boldog volt, ugye hát az alapvető latin, ugye a Sanctus, az Agnus, stb. Kirillt, azt megtanulták, begyakorolták a kórussal, és hát mindenki nagyon boldog volt. Hogy hát ez egy gyakorlati megoldás volt erre a problémára. Aztán a következő, ugye ez volt az egyetemesség. Most nézzük a változtathatatlanság. A 11. Pius pápa kiemeli, hogy a latin nyelv pajzs a hit meghamisítása ellen. 12. Pius pápa is a Mediator Dei című híres liturgikus enciklikájában arról beszél, hogy a modern nyelvek állandóan változnak, a modern szavak új árnyalatokat kapnak. Veszítenek esetleg eredeti kifejező erejükből, és más árnyalatot kapnak. Különféle értelmezés lehetséges, pontosan emiatt a modern nyelvek kapcsán. A modern nyelvek közül egyik sem bír nagyobb tekintéllyel a többinél. És nincs közös nyelv, amely mondjuk alapja lenne egyet kifejezés megítélésének, amilyen a latin volt, tehát amihez a többi viszonyult. A latin stabilitása viszont megfelel a hitlenétemény, a hitigazságok stabilitásának. Ugye a hitigazságok nem változnak örökre, ugye a dogma az azt jelenti, hogy ugyanazt hiszem, ugyanabban az értelemben, mindenkorban, minden kultúrában, tehát pontosan ugyanazt hiszük, és olyan módon értelmezzük ezt a hittételt. A liturgia is tulajdonképpen valamiképpen részesül a dogmának, és végső soron Istennek az időtlenségéből. Tehát valamiképpen a liturgia ugye kifejezi az örökkévalóság jelenlétét az időben. És éppen ezért nagyon fontos, hogy látszódjék rajta ez a stabilitás, ez a szilárdság. A névnyelvi fordítások mindig új korszerűsítéseket igényelnek. Ugye amikor bevezették a teljesen névnyelvű liturgiát, akkor megjegyezték, hogy körülbelül 10 évente újra kéne fordítani a misét, meg a szertartásokat, és új liturgikus könyveket kell kiadni, mert ugye annyira dinamikusan változik a nyelv, annyira mást jelentenek a szavak, hogy gyakorlatilag csak így lehet ugyanazt a tartalmat kifejezni, hogyha folyamatosan újra fordítjuk. Hát, hogy ez mondjuk a könyvkiadóknak is, könyvkötőken kívül kinek a hasznára van, ezt nem tudom. Tehát ugye, hogyha minden 10 évente le kell cserélni a sekrestjének a könyveit. A népnyelvi fordítások tapasztalatból tudjuk, nagyon sokszor tévesek, pontatlanok, tendenciózusok, tehát egy bizonyos értelemben feltítenek. Ugye a fordító az mindig bizonyos értelemben ferdítő. Vagy ahogy az olaszok mondják, a traduttore, az egyszerre traditore, álló is. Elárulja sokszor a szövegeknek az eredeti értelmét, mert ugye egyszerűen más a nyelvnek a struktúrája, más a gondolkodásmód. Ugye, hogyha valaki már fordított mondjuk magyarból valami más nyelvre, indoeurópai nyelvre, vagy fordítva, akkor tudja, hogy a magyarnak az egész gondolkodásmódja, a beszéd struktúrája teljesen más. Tehát úgy kell kezdeni, hogy fogom a mondatot, és kifordítom a fejet elejére helyezem, és minden teljesen másképp állítok össze. Tehát, hogyha szó szerint fordítom, az egy katasztrófa lesz, vagy egy bohózat. Tehát semmiképpen a Google fordító, meg ilyesmi, az nem működik ilyen esetben. Tehát annak a nyelvnek, annak a népnek és annak a nyelvnek a lelkét kell érteni. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokszor, ugye hát a magyar liturgikus fordítások is rengeteg kívánvalót hagynak maguk után. Ugye hát az egyik leghíresebb példa
az, hogy most a ugye, imádkozzatok testvérei, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt, holott meumák vesztrum szakrificium az én áldozatom és a tiétek, ami ugye dogmatikailag se ugyanazt fejezi ki, mert ugye a mise másként a papnak az áldozata, mivel ugye úgy Krisztus személyében mutatja be, és másként a hívek áldozata, akik ugye hát a pap kezén keresztül mutatják be. Szóval erről sokat lehetne mesélni, vagy például az a nagyon közismert probléma, hogy ugye a kehely konszekrációját, ugye arról van szó, hogy pro vobis et pro multis effundetur, értetek is sokakért kiontatik, hogy ugye ezt a legtöbb névnyelven úgy fordították, hogy mindenkiért egy nyelvi babona miatt. De még mindig a magyar fordításban maradt egy hiba, hogy tudnélik azt mondja, hogy Kálic Sanguis mei novieta tenikestamenti qui pro vobis et pro multis, amely értetek is sokakért kiontatik. A magyar pedig azt mondja, hogy ez a vér. De sehol nincs az eredetiben, hogy ez a vér. Tudnélik, ez megint egy nyelvészeti babona, mely szerint a magyar nyelv nem tűri el a mellé rendelt mondatokat. Hát én nem találkoztam egy ilyen szabállal a magyar nyelven, és azt hiszem, hogy a hétköznapi életben használjuk a mellékmondatokat és a mellérendelést, tehát nem kell minden mondat elejét újra kitűzni az alany, tehát ez egy eléggé furcsa logika, de hát ugye egy csomó ilyet láttunk. Még sokkal katasztrofálisabb volt például az angol fordítás, aztán 16. Benedek pápa idején sikerült egy sokkal hűségesebb és jobb fordítást létrehozni, amit aztán ma a klérus liberálisabb része nem akar elfogadni, hanem ragaszkodik a régi rítushoz, vagyis a 70-es években eszközölt hibás fordításhoz, és azt mondja inkább, mint a hivatalosan előírt, javított angol fordítást, ugye. Tehát, hogy a konzervativizmus az ilyen módon is meg tud jelenni. Ez is egyfajta tradicionalizmus, csak nem biztos, hogy jó. Na, úgyhogy... Tehát ezeket a problémákat a fordításokkal vidáman el lehet kerülni a latin nyelv használatával, és valahogy amikor változik a nyelv, változik a fordítás, akkor az az egyszerű hívőben nagyon sokszor a hit változtatására utal. Tehát úgy élni meg, hogy megváltoztatták a hitünket. Ugye hát mondjuk én magam is például a magánimában úgy mondom magyarul az alapimákat, ahogy engem a nagymamám tanított annak idején, hogy szállalná poklokra, harmadnapon halottaival föltámad, stb. Tehát tudom az új változatot is, mert amikor magyarul misézek, akkor azt kell mondani, de magánban, tehát az én szívem mélyén az van, amit először oda beültettek, és azt hiszem, hogy sokan vagyunk ezzel, hogy ugye hát ez valamiképpen a hitnek az eredeti gyökereit jelzi. Na most a latinnak a szépsége és a magasztossága, ez is egy erénye a latinnak, tehát a liturgia mindig ki akar szakítani a mindennapok szürkeségéből, a mindennapok rutinjából. Az itt is a mostból, az egészen máshoz kell fordulni. Az Isten ugye az egészen más. Van egy latin mondás, quotidiana lescunt, vagyis a mindennapi dolgok fakulnak. Nem lesznek olyan érdekessé, hogyha túl gyakran ismétlődnek. Tehát valamiképpen veszítenek a vonzó erejükből, a csillogásukból. És éppen ezért a liturgikus nyelv, ami ugye nem mindennapi, a ellenszere a deszakralizációnak, az elvilágosodásnak, hogy a liturgia ne váljék valami rutinszerű, megszokott, egészen ugye profán dologgá, hanem érezzük azt, hogy ez egy ünnep, ez egy valami egészen más dolog. Tehát a liturgiának a lényegéhez tartozik, hogy az misztikus, a misztériumot fejezi ki. Valamiképpen ugye a misztérium az mindig valamit megmutat, de el is akar. Gondoljunk például a gótikus katedrálisok félhomályára, gondoljunk arra, hogy ugye a liturgia mennyire szereti a dolgokat lefátyolozni, különösen az oltári szentséget,
a kejhet, tehát azt, ami misztérium, ami fölfoghatatlan az ember számára. Akármilyen okos is, de ez túlmegy az emberi okosságon és az emberi logikán. Tehát értem is, meg nem is. Valamiképpen belelátok, de azért nem tudom kimeríteni az én tudásommal, az én ismereteimmel. Tehát van egy fátyol, ami ezt eltakarja, ami majd hát a mennyben eltűnik, mert ott színről színre látunk, de a földi létnek ez a fátyol, ez egy szerves része. Tehát ugye a gesztusok, a rítusok, a ruhák, azok mind egy ilyen fátyolt jelentenek, és a latin nyelv is egy ilyen fátyol, ami eltakarja, védi, és ugyanakkor még jobban kiemeli és ragyogóvá teszi a misztériumot. A latin nyelvnek a magasztosságához annyit lehet még hozzátenni, hogy ugye a latin nyelv egy nagyon világos nyelv, szigorú gondolatmenettel, szigorú szabályokkal rendezett, különösképpen méltó és előkelő nyelv, ami segíti az embert, hogy ne váljék az érzelgőség a szentimentalizmus áldozatává. Hogy ugye édes mennyei jó atyám, és akkor jön a csöpögés, végtelen áradata, ugye a szóvirágok, nem, a latin az a lehető legkevesebb szóval megmondja a lényeget. De ugyanakkor úgy mondja ezt a lényeget, hogy rengeteg belső összefüggést, asszociációt is tartalmaz, ezért tehát gyakorlatilag lehetetlen úgy lefordítani, akár a szó szerint is fordítom, mondjuk a könyörgéseket, hogy annak minden részletét, minden jelentését, minden utalását, minden összefüggését lefordítsam. Tehát ehhez az eredetit kell olvasni és érteni. Tehát aki megtanulja a latint, már pusztán a nyelvtani szabályokat is, és valamiképpen otthonossá válik a könyörgéseknek a nyelvezetében, az megtanulja ezt a világos, szigorú, rendezett gondolatmenetet, kevés szóval, de a lényeget kimondani, nem pedig szószátyár módon semmit mondani, ugye. Amikor én a teológiát tanultam, főleg az ilyen modern teológusoknál, nem egyszer úgy viccelődtünk, hogy a mai teológia annak a tudománya, hogy lehet minél több szóval, minél kevesebbet mondani. Hát a latin könyörgések azok éppen ennek a fordítottját tartalmazzák. Ugye Nagy Szent Leó pápa, aki a mise könyörgéseinknek, prefációink nagy részének a szerzője, ő ugye mestere volt a római retorikának, tehát pontosan tudta a római szónoklásnak és a római költészetnek a szabályait, és ezeket a liturgikus szövegekbe is belevitte. Ugye például van ez a bizonyos kurzus, ez a bizonyos szövegritmus és szövegmérték, ami pontosan előírja, hogy hány szótag is, hol vannak a hangsúlyok, ugye. Ezért attól van a sajátos lüktetése a szövegnek. Hát ez például lefordíthatatlan. Ezt érezni kell, és az eredetiben kell megtapasztalni. Na most jön az egyik legproblémásabb dolog, az érthetőség kérdése és a részvétel kérdése. Ugye a legnagyobb vád a latin ellen, hogy hát érthetetlen, senki se tud latinul már, ahogy láttuk a papok és a püspökök sem. Hát akkor mi cél szolgál egy ilyen liturgia, amit senki nem ér, amiben senki nem tud részt venni? Hát először is a liturgiáról tudni kell, hogy az nem magánájtatosság, nem az én is én és az én imádságom, hanem az egyház nyilvános Isten tisztelete. A katolikus, azaz egyetemes anyaszentegyház nyilvános közös kultusza. A liturgiának kettős célja van, az Isten megdicsőítése, és ezáltal az ember megszentelése. Tehát a liturgia elsősorban nem előadás, nem a hithirdetés a fő célja, nem a tanítás a fő célja. Ugye ez a protestáns liturgia, a katolikus nem ez. Protestáns liturgia az abból áll, hogy leülünk, ugye, odafigyelünk a lelkészre, az fölolvassa a Szentírás, megmagyarázza, utána egyet imádkozunk és énekünk, de valójában ez is ugye a prédikáció fő gondolatai ismétli, tehát hogy jól megegyezzük a mondani valót, és hát ennyi. De a katolikusnak nem ez a célja elsősorban.
Ugye volt valaki egyszer, aki részt vett egy régi ritusú misén, és akkor fölháborodva hát közölte, hogy a mai világban, ami annyira istentelen, minden eszközzel hirdetni kell az igét, és az tűrhetetlen, hogy még az átváltoztatás szavait se lehet se hallani, se érteni, még ha hallhatók is lennének. A probléma az, hogy az átváltoztatás szavai azok nem az ige hirdetés szavai, hanem azok szentségi szavak, amelyek ugye egy lényegi, ontológiai változást hoznak létre, vagyis ugye átlényegítik a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. Tehát a hithirdetésnek a helye az a szószék. Annak is van a helye, de az csak a prédikáció, nem a mise egészen. A tanításnak a helye a hittanóra, de az nem a mise. Tehát a liturgiából nem szabad hittanórát csinálni. Ugye vannak olyan papok, akik nagyon szeretnek ugye rögtönözni, és akkor minden mondatba beleszőnek valami magyarázatot, valamit megváltoztatnak, hogy közérthető legyen, hozzátesznek, állandóan megszakítják a ritust, hogy magyarázzák, hogy ez itt a kerek, ez itt az ostya, ez a gyertya, ez a kereszt. Most ezt megfogom, fölemelem, térdet hagytok, és ez azt jelenti, hogy imádom a jelenlevő Krisztust. Ezt meg kell magyarázni, főleg ugye gyerekeknek, de nem a mise alatt, hanem a mise előtt, után, főleg itt tanulnám, ugye. Tehát nem szabad a liturgiát erre használni. Ez olyan logikus, és mégis olyan sokan nem értik ezt a dolgot. Ugyanom, tehát a liturgiának a fő eseménye pontosan ez, hogy bemutatjuk az áldozatot a mennyei atyának. Tehát itt egy természet fölötti jelenlét van, egy természet fölötti esemény, ami kimondhatatlan és felfoghatatlan. A szentmise véghetetlen titok, és a beszélt nyelv az nagyon sokszor becsap minket, mert azt gondolja, hogy mi azt a titkot közvetlenül és kimerítő módon meg tudjuk érteni. Megértem minden szavát, értem a misének, de hát kis ujjamban van az egész. Ez már nekem nem újdonság. Hát ez ugye nagyon nagy illúzió, nagyon nagy tévedés, mert hát még ha meg is értek minden szót, de a lényeget, az eseményt, a misztériumot, azt nem tudom kimeríteni. Ugye, ahogy Szent Ágoston egyszer a Szent Háromságról elmélkedett is, ugye hát talán megkísértette az a gondolat, hogy ő most már mindent megértett, és akkor ugye találkozott egy kisfiúval a tengerparton, aki egy kis kagylóval ugye meregette a tengert, és kérdezte, hogy mit csinálsz, kisfiam? Hát kimerítem a tengert ezzel a kagylóval, és gondolod, hogy sikerülni fog? Hát előbb fog nekem sikerülni kimeríteni a tengert, mint neked a te kis agyaddal kimeríteni a Szent Háromságnak a titkát. Hát ugyanez igaz a szentmise titkára is. Ugye naponta végzem, már 17 éve, és hát még csak nagyon az elején vagyok, hál' Istennek, ugye még van mit tanulni, és miben elmélyülni. Tehát a katekézis, a prédikáció szükséges. Ezt még a Tridenti Zsinat is kimondja, hogy a papok kötelesek elmagyarázni a liturgia és a szertartások értelmét a híveknek, de nem a mise alatt, hanem azon kívüli alkalmakkor. Tehát az egyszerű nép szellemi képességeiben is bízni kell a papságnak. Ugye ez nagyon fontos, hogyha mi azt gondoljuk, hogy mindent érteni kell, és mindent magyarázni kell, és mindent nekünk kell itt is most megmagyarázni, akkor kiskorúsítjuk a híveket. Tehát nem bízunk az ő szellemi képességeibe, és az ő akaratukba, hogy hát ők maguk is ezzel foglalkoznak, és elmélkednek róla. No, egyébként látjuk, hogy a latin liturgia milyen erősen befolyásolta a hagyományosan katolikus népek mentalitását, népszokásait, nyelvezetét, ugye egy csomó olyan szóval, aminek tulajdonképpen a gyökere ugye a latin liturgikus nyelv. Ugye manapság nem is értik, hogy például mit jelent mea culpázni, mert soha nem hallották a liturgiában azt, hogy mea culpa, mea culpa. Meg egy csomó példát lehetnék itt. Na, tehát, és a másik, ami nagyon fontos, hogy ne felejtjük el, hogy az emberi fölfogás, az nem csak intellektuális fölfogás. Az én, az nem csak az agyam,
hanem a szemem is, amivel látom a színeket, a mozdulatokat, a szépséget, a fülem is, amivel hallom a szép zenét, a térdem is, amivel meghajlok és imádom az oltári szentséget. Tehát a szavak, a színek, a hangok, a gesztusok összessége, ez mind ugye hozzájárul a felfogáshoz, ami nem csak intellektuális és racionális, hanem intuitív felfogás is ugyanakkor. Tehát ezt a profán tudományok egyre inkább fölismerik, hogy mennyire fontos ez a metakommunikáció és a nem szóbeli kommunikáció, és mi pedig a liturgiában pontosan most felejtjük el ezeket, és mindent ugye az értelem, és csak az értelemre akarunk hatni. Érdekes, hogy 12. Pius pápa a Mediator Dei című írásában leírja azt, hogy ugye nem csak a szövegek közvetítésével lehet helyesen részt venni a misében. Ugye az ő korában megindult a liturgikus mozgalom, amely minden hívőnek a kezébe akart adni a kétnyelvű misszálét. Ami egy nagyon jó dolog, de voltak ilyen terrorista hajlandó papok, akik gyakorlatilag nem engedték, hogy egyetlen hívő sem legyen misszáli nélkül, hanem tessék kikeresni és követni minden szavamat. És tessék pontosan ugye a rózsafűzért eldobni, minden más imádságot elfelejteni, most a misszáli 165. oldalon a harmadik bekezdésnél tartunk, és mindenki most erre figyel. Tehát azért most is vannak azért ilyen tendenciák, ugye, de 12. Pius pápa figyelmeztetett erre, hogy lehet, hogy az a rózsafűzérező nénike, az az ő maga lelki nyitottságával sokkal jobban részt vesz a mise misztériumában, mint az, aki mondjuk a kis visszállíban, hát, hogy mondjam, tehát napra készen jelen van és követi. Egyébként az egyik római professzorom, aki igencsak liberális hajlamú volt, egy idős bencés, egyébként latint is tanított, ez volt az egyik fő, ugye, tantárgya. Azt mondta, hogy még fiatal pap korában is, hát neki esett az egyik falusi néninek, una vecchietta, egy idős, ilyen aranyos kis olasz néni, hogy hát néni, miért kell minden nap részt venni ezen a latin misén, amit nem is ért? Azt mondta a néni, hogy padre, anche si non se capisce, még ha nem is lehet érteni, ma l'anima si passe, de a lélek az legel szó szerint, tehát a lélek táplálkozik. Vagy egy másik esetben szintén egy ilyen turbuszgó pap neki esett, hogy hát ugye, hogy tud úgy imádkozni, hogy nem érti a szavakat? Azt mondja, nem az a lényeg, hogy én értsem, hanem ő, akihez szólok. Ez az, amit nagyon-nagyon elfelejtünk sokszor a magunk intellektuális kultúrájában. Tehát nem egyszerűen intellektuális tanítás, hanem testtel, lélekkel, érzelemmel, minden képűs képességünkkel Istenhez fordulás. Ez a Szent Mise. Most egy érdekes rész a liturgikus nyelv megkérdőjelezése. Ugye akik a liturgikus nyelvet és a latint ellenzik, nagyon sokszor hivatkoznak a Bibliára. Az első korintusi levél 14-18-ra a Szent Pál apostol azt mondja, hogy inkább mondanék öt olyan szót, amit ért a közösség, a többség, mint 10 000 szót mondanék nyelveken. Ugye egy 4. századi magyarázó, Ambrosiaster, ezzel ő kezdte ugye ezt az idézetet használni, amikor érvelt a görög nyelv ellen, és a latin bevezetése mellett, ugye. De itt ugye elfelejtik azok, akik így érvelnek, hogy az Szent Pál apostol a korintusi egyházban elterjedt úgynevezett glosszolália a nyelvek adománya kapcsán nyilatkozik. Ugye a karizmatikusoknál szokás ez, hogy nyelveken imádkozni, de ezek ugye nem idegen nyelvekről van itt szó. Amikor én először találkoztam a karizmatikusokkal, és a nagymamámnak elmeséltem, hogy itt nyelveken imádkoznak, azt mondta a nagymamám, jaj de jó, hát ahány nyelvet beszél az ember, annyi emberen ér fel. De mondom, ezek nem idegen
idegen nyelvek, hanem ezek ilyen teljesen misztikus, érthetetlen nyelvek, ugye? Ez egy más dolog. No, tehát Pál apostol erről beszél, hogy inkább ugye érthetően szól, mint ilyen az elragadtatás, a misztika, a extázis nyelvén. Tehát nem a szakrális nyelv ellen beszél. Ugye, aki érthető nyelven imádkozik, a saját népnyelvén, lélekkel és értelemmel imádkozik, aki pedig a szent nyelven imádkozik, az ugye attól még, hogy nem érti esetleg, imádkozhat lélekkel és a lélekben. Tény az, hogy a középkorig senki nem kérdőjelezte meg komolyan a latin nyelv használatát, csak az eretnek mozgalmak. Ez mindig jellemző volt, hogy a latin nyelv iránti idegenkedés, gyűlölet, az mindig a hittől való idegenkedésnek az egyik külső jele volt, a hittől való eltávolodása. A középkorban és hát sokáig még az újkorban is a latin volt a felső oktatás, az egyház és a világi kormányzás és kultúra a közös nyelve. Ugye hát a magyar közigazgatásban egészen az újkornak a jó részében is még a latin volt a hivatalos ugye nyelv. Először akkor kezdődött ez az ellenszemp a latin ellen, amikor az élő középkori egyházi latin kiszorította a humanisták latinja a 16. században. Ezek a humanisták ugye azok voltak, akik elszörnyülködtek a középkori latin primitív voltán és tisztátalanságán. Ugye vissza akartak nyúlni a cicerói latinsághoz, és ennek fényében megreformálni a liturgikus könyveket is. Hát született 8. Orbán pápa idején egy ilyen breviárium, tehát zsolos bátorkozás is, ahogy annyira szemel, annyira csak az ókori latin lebegett a szemük előtt, hogy például a mennyországon Olimpos lett, ugye, hogy például ugye van egy Szent Benedek himnusz is, a mai napig imádkozták a verzések, hogy amikor Szent Benedek fölhágott az Olimposzra, például, ez ugye a humanistáknak köszönhető, vagy például egy olyan nagybőrű himnusz, hogy most olyan időszak van, amikor Bacchus távozzon, Vénusz is takarodjon, de Vénusz bőrködni akarunk. Tehát lényegében egy ilyen dolgok van, ugye? Tehát az ókori latin nyelvvel a latin mitológia is betört ezekbe a himnuszokba, és aztán csak a monasztikus zsolosma maradt ugye ettől mentes, tehát ők megtartották az eredeti szöveget. Ebben a zsolosmában is, amit én imádkozok, ugye a breviári románum, amit a 30-es években adtak ki, itt hát abban is még ezek a humanista himnusz fordítások vannak. Úgyhogy hát ez is már egy eléggé nagy kárt okozott, és ugye hozzájárult, hogy ettől, hogy a latintól elidegenedjenek. A elsőként a protestánsok voltak azok, akik kérlelhetetlenül kitűzték a célt, a teljes érthetőséget, ugye a nyelvi változással együtt járt az új liturgia, és az új liturgiával az új hit is együtt járt. Ugye? De hát nem csoda ez, hiszen a protestáns tanítás szerint a mise nem áldozat, hanem egy tanítás, és ahhoz kapcsolódó emlékvacsora. Ugye a protestáns tanításban nincs papság, mindenki pap, akit megkereszteltek. A szentségek nem ex opere operato, tehát nem automatikusan hatékonyak, azáltal, hogy ugye a megfelelő anyagot, formát használjuk, a megfelelő szándékban, ugye a fölszentelt pap elvégzi, nem ezáltal hatékony egy szentség, hanem a hívő gyülekezet hitétől hatékony a szentség, ugye. Luther miséjében, ahogy ő ugye megreformálta a misét, ott még például megmaradt a latin is, megmaradtak a térdhajtások is, de például ugye miért van az, hogy kimondja a szerzés igét, ugye, mi azt mondanak a konszekráció szavait, a lelkész, és utána fölemeli a ugye, kenyeret, a gyülekezet föltekint rá, a hitével elfogadja, hogy ez Krisztus teste, a gyülekezet hite változtatja át a kenyeret, és utána mindenki térdet hajt.
Na most ugye ezt láttuk, hogy a rítusban, hogy van, a pap kimondja csendben az átváltoztatás szavait, és azonnal térdre faj, csak utána mutatja föl. Tehát ugye az, hogy a pap szavai egymagukban hozták létre ezt az átváltoztatást, nem a gyülekezet hite, ezért lehet misézni akkor is, ha nincs jelen egy szárt idő sem, mert ugye az ő hitük, vagy nem hitük, nem osz, nem szoroz ebből a szempontból. A konszekráció akkor is érvényes, és az áldozat bemutatásra kerül. Tehát valahogy a protestáns fölfogása szerint az egész közösség koncelebrál, együtt misézik, tehát muszáj nekik is érteniük, hogy a hitükkel hozzájáruljanak a liturgia lényegéhez, de ugye a katolikus fölfogás nem ez. Na most a protestantizmusra reagálva a tridenti zsinat elítélte azt a nézetet, hogy a misét kizárólag névnyelven szabad végezni. Ugye ez volt a reformátorok nézete. Tehát ez elítélt, anátemaszit legyen kiközösítve, aki ezt állítja. Tehát nem mondta azt, hogy nem szabad névnyelven végezni a misét, mert ugye voltak ilyen esetek, akár Kínában a missziók idején, akár, mit tudom én, Dalmáciában, hogy népnyelven, vagy ahhoz közeli nyelven végezték a régi római liturgiát is. Tehát nem ítélt el az egyház soha, hogy népnyelven lehessen misézni, de az el van ítélve, hogy csak népnyelven szabadjon misézni, soha nem latinul. Tehát ez nem vallhatja egy katolikus ember. A racionalizmus a 18.-19. században, ugye a földvilágosodás, különösképpen Németországban, ugye, és mi mindjárt ismerjük a kalapos királyt, ugye második Józsefet és a hozzáfűződő józsefinizmust, ő is ennek a felvilágosodásnak a bűvkörében él, és ugye az ő számára a liturgia legyen egyszerűen erkölcsi útmutatás. Tehát a pap az egy állami hivatalnok, akinek az a célja, hogy a liturgia által is engedelmes alattvalókat neveljen az államnak. És ugye például a prédikálat arról, hogy miért kell adót fizetni, miért kell ugye bevonulni a hadseregbe, ilyen hasznos dolgokat, ugye állampolgári ismereteket. Tehát egyszerűen egy ilyen racionális erkölcsi útmutatásra a célja a liturgiának, és nem csoda, hogy a racionalizmus idején, a felvilágosodás idején egyre inkább azon voltak, hogy a latint le kell cserélni népnyelvre. Ennek a mozgalomnak a csúcspontján ott volt a pisztolyai zsinat, ugye ez Toszkánában van, Olaszországban ez a Pisztolya. 1268-ban az ottani püspök összehívta az egyházmegyének a zsinatát, ahol ugye kidolgoztak egy liturgia reformot, például nagyon hasonló ahhoz, amit napjainkban is tapasztalunk, ugye, hogy népnyelv minden mennyiségben, a néppel szemben kell misézni, nem tilosak a mellékoltárok, a magánmisék, nem kell annyi zarándoklat, nem kell annyi elekje, nem kellenek a különböző áltatosságok, tehát egy csomó minden ilyen fajta nagyon modern és nagyon progresszív gondolatot fogalmazott meg, és többek között ugye ennek is a célja volt, hogy teljesen népnyelven kell végezni a liturgiát, viszont 6. Pius pápa 1794-ben az Autorem Fidei Bullában elítélte ezt a zsinatot, és ugye különösképpen elítélte azt a nézetét a pisztolyai zsinatnak, hogy a szent nyelv használata megfosztja a híveket a részvétel jogától. Tehát ez egy elítélt nézet. A 20. században 12. Pius pápa a Mediator Dei enciklikában arról beszél, ugye, amit az előbb mondtuk, hogy a latin nyelv az egység jele, az eretnekségek és a torzítások ellenszere. Érdekes, hogy ez az a pápa, aki misén kívül megengedte nagyon bőkezően és nagylelkűen a népnyelvet, például az áldatosságokban és a szentségi szolgáltatásban is, de a misén nem. Tehát nagyon erősen tiltakozott a misében való népnyelvűség ellen. Ugye kiadták 1961-ben Magyarországon a Collectio Rituum című gyűjteményt, ugye, ami a legfontosabb szentségeket, szentelményeket tartalmaz a két nyelven,
És például én magam is sokszor abból keresztelek, vagy esketek, ugye magyarul, de a régi ritus szerint. Na most ezt a 12. Pius pápa 50-es években kiadott engedélye alapján teszem. Tehát ez lehetséges. Mert ugye a szentségeknek elsődleges célja mégiscsak az emberek megszentelése, tehát még fontosabb az, hogy értsenek belőle valamit. De a misének az elsődleges célja az Isten dicsőítése, tehát ezért más a mise liturgia és más a szentségeknek a rítusa. 23. János pápa ugye 1962-ben, tehát a II. Vatikáni zsinat megnyitása évében kiadott egy Veterum Sapientia című enciklikát, ami ugye szó szerint annyit jelent, hogy az ősök bölcsessége, a latin nyelv szerepéről szól. Ez szokatlanul ünnepélyes keretek között a Szent Péter Bazilika főoltárán írta alá, és ünnepélyesen kiirdette, ahol síkra száll azért, hogy a továbbra is a latin maradjon a kultusz nyelve, az egyház hivatali ténykedésének és tudományának a nyelve. Sőt, előírta, hogy vissza kell térni ahhoz a gyakorlathoz, hogy a fő teológiai tantárgyakat latinul tanulják a kispapok, és elrendelte, hogy azokat a tanárokat, akik nem tudnak latinul tanítani, el kell távolítani a katedrájuktól. Ez ugye a II. Vatikáni zsinat pápája volt. És milyen, micsoda irónia, hogy ugye a zsinat után azonnal éppen az ellenkezőre kezdődött el a latin nyelv lebontása, és gyakorlatilag ezt az enciklikát semmire vették. Tehát ez a progresszív oldalnak mindig egy ilyen jellemzője, hogy amikor a pápa olyat mond, ami nekik tetszik, akkor a pápát az egekig kell magasztalni, és gyakorlatilag egy pápa imádásba kell esni. Tehát, hogy minden szava, minden mozdulata a Szentléleknek az egyenes üzenete, de hogyha olyasmit mond, ami nem tetszik, akkor nem szabad róla tudomást venni, mintha meg se történt volna. Ez történt ezzel az enciklikával, ami 62-ben történt. Most azóta megjelent egy-két kortárs ugye, főpapnak a emlékirata, vagy a naplója, és például ebből tudjuk most már, hogy a római pápai egyetemek tanárainak a többsége gyakorlatilag megzsarolta a pápát, hogy amennyiben ő komolyan veszi ezt a szabályt és ezt az enciklikát, akkor egyszerre valamennyien fölmondanak és ott hagyják a katedráikat. És ő pedig találjon másokat, akik ott tanítani fognak, hogyha ugye ezt komolyan akarja venni, hogy a latinul nem tudó tanárokat el kell távolítani, és hogy a dogmatikát, a morálist, a liturgikát, a biblikumot, a kánonjogot latinul kell tanítani, ugye. Tehát neki nagyon komoly szándéka volt, hogy a latint visszahelyezni az eredeti méltóságába, mert akkoriban már elkezdett kikopni. Sőt, hát maga a II. Vatikáni zsinat is a liturgikus konstitúciójában egy szóval nem mondja azt, hogy a latint ki kell írtani, hanem arról beszél, hogy ugye az Anya Szent Egyházban továbbra is a hivatalos nyelve a latin, de ahol hasznosnak látszik, lehet a mise bizonyos tanító részeiben a népnyelvet bőségesebben, nagymértékben használni. Különösképpen a missziós területeken, ugye ahol még az egész hit a hirdetés a nulláról kezdődik. Tehát ugye annyit mond, hogy marad minden latinul, de bizonyos részeket, főleg a tanító részeket, bizonyos imákat vagy énekeket lehet a népnyelvén is végezni. Különös tekintettel a missziós országokra. Tehát soha nem volt cél a latin kiszorítása, annál is inkább, mert például arról is beszél, hogy a papoknak kötelessége gondoskodni, hogy valamennyi hívő tudja latinul imádkozni és énekelni a ráeső mise részeket. Tehát ez a II. Vatikáni zsinat előírása, amit tömegesen, ugye semmire mentek a kezdete óta. Ugye. És hát gondoljuk bele, hogy amikor először megjelent a új ritusú magyar mise könyv, ugye a 70-es évek elején, akkor az még két nyelvű misekönyv volt, hogy itt volt a latin szöveg, itt volt a magyar. Tehát abból indultak ki, hogy a pap
azért a latint is használja, nem csak a magyar. Úgyhogy ez, amit most használunk, 92-ben adták ki, ez már teljesen kiszorította a latint, így már csak magyar szöveg van. De szóval ez is mondjuk a Benedek pápának egy nagyon fontos szándéka volt, hogy a latint egyre inkább becsempészi először a pápai misékbe, majd a püspöki misékbe, majd a többi ugye plébániai misébe, anélkül, hogy most megint visszatérnénk a 100%-ig latin liturgiára, de azért a latinhoz szokjanak hozzá a hívek, ismerjék meg legalább az alapítmákat. Tehát ez nagyon fontos lenne. Jó. Egyébként a különböző latin biblia fordításokról még van egy kis részlet. Ugye alapvetően tehát a katolikus egyház Szent Jeromos fordításához, a Vulgátához ragaszkodik, ez a hivatalos katolikus biblia fordítás. Szent Jeromos ezeket a héberből fordította, ugye Betlehembe töltötte az életének nagy részét, de nagy utakat tett a Közel-Keleten, és ott direkt keresett magának egy rabbit, aki megtanította őt a héber nyelvre, hogy eredetiben pontosan értse a Szentírást is. Így fordította latinra, de figyelembe vette azért a Septuagintát is, tehát a ókori görög ószövetség fordítást. A zsoltárokat azonban külön fordította, úgyhogy jelenleg két Jeromostól származó zsoltár verzió van használatban a liturgiában. Az első fordítást 383-ban csinálta, mégpedig ugye a görögből, a Septuagintából, tehát a 70-es fordításból fordította, és ezt a zsoltár fordítást használták Róma város liturgiájában és a Szent Péter bazilikában. Ezért hívják úgy, hogy római zsoltáros könyv, Salterium Romanum. Ez a fordítás van a vasárnapok és a régi ünnepek Gregorián énekeiben, továbbá a zsolozsma régi antifóniáiban és responszóriumaiban. Ugye ezek a díszesebb dallammal ellátott tételek. Tehát ezek a legősibb jeremosi fordítást tükrözik. Ugyanakkor nem volt ezzel megelégedve Jeromos, úgyhát 3 évvel később, 386-ban egy újabb görög szöveg alapján, már nem a 70-es fordítás, hanem Origenész hexaplája alapján, ami egy 6 különböző görög fordítást tartalmazó kiadás volt, annak alapján revideálta a fordítását, és mivel hogy ez a fordítás főleg Galliában terjedt el, így elnevezték Gallicán Zsoltár könyvnek, Salterium Gallicanum. Nos, ez került be a Vulgátába, tehát magában a Szentírás szövegébe, és ez hasonlít leginkább a keleti egyház Zsoltár fordításához is. És aztán 392-ben a héber, direkt héberből lefordította még egyszer a zsoltáros könyvet. Ez a Psalterium Secundum Hebreus, a zsidók szerinti zsoltáros könyv. Ez a harmadik fordítás azonban nem ment át a liturgiába, Szent Ágoston szerint a hívek tiltakozása miatt. Tehát ennyire komoly volt a hívek szava, hogy azt mondták, hogy na ebből elég volt. Már ugye volt a Psalterium Romanum, most itt van a Psalterium Gallicanum, mint harmadik már nem kell, így is elég nagy az őrzavar, és a püspökök elálltak a szándékuktól. Zárójelben hozzáteszem, hasonló történt a 20. században is. 12. Pius pápának volt egy jezsuita gyóntatója, aki később bíboros lett, az Augustin Beá. És ő egy nagy biblikus szakember volt, és meggyőzte 12. Pius pápát, hogy ez a jeromos fordítás, ez rettenetes. Érthetetlen, nem követi az eredeti hébert. Nagyon sokszor a görögtől is előtt, ettől meg kell szabadulni. Majd a mai tudományos kritériumok alapján, a tudomány mai állása szerint lefordítjuk újra a zsoltáros könyvet, és
lecseréljük a Zsolosnában a régi zsoltárokat erre az új fordításra, és ki is adták az 50-es években ezt a Beaféle zsoltáros könyvet. Ugye hát, amikor az antikváriumban az ember Zsolosmás, régi Zsolosmás könyveket néz, akkor leginkább az ilyen Beaféle fordításokat látja, de a többsége ezeknek a könyveknek szinte teljesen érintetlen. Mi történt? A papság kipróbálta, és nem volt hozzá kedve. Tehát valahogy nem volt az a zamata, az a gusztusa, mint a Jeremos-féle Vulgátának, mint a megszokott évszázados zsoltárfordításnak. Így nem került ugye át a gyakorlatba, és amikor 23. János pápa lett, akkor úgy, ahogy van, az egész be a zsoltár fordítást a kukába dobta, és azt mondta, hogy térjünk vissza a Vulgátához. Mert ugye ez az, ami a mi papjaink, a mi népünknek a vérében van, és egyszerűen nem kell ezt erőszakkal megváltoztatni. Úgyhogy, ha nem is annyira érthető, ha nem is annyira pontos, de a hagyomány megszentelte. És hát ez a lényeg, ugye. No, tehát... és itt már be is fejezem végre, tehát a Vulgáta latinja, tehát a liturgia, az egyházatyák, a zsinatok, a teológusok, a jogászoknak, ugye az egyház jogászainak a bibliája. Tehát, hogyha valaki ugye a teológia forrásaira kíváncsi, a egyházatyák forrásaira kíváncsi, akkor neki a Vulgátát kell ismernie. Ugye egy csomó olyan utalás van, ami csak akkor ért az ember, hogyha ismeri a Vulgáta fordítását. Például ugye mindjárt ismerjük azt a himnuszt, ugye, hogy király zászló jár elől nagybőjben. Tehát ugye Vexilla Regis Proprium. És ott van egy ilyen rész, hogy az Úr halljátok nemzetek, fájáról trónol köztetek, ugye, tehát Dominus aligno regnavi, tehát ugye a fáról, és ez ugye, tehát hogy a fő Dávid is azt énekelte, hogy az Úr a keresztfáról trónol. Na most, hogyha keresünk, hogy a fő Dávid ezt mikor mondta és hol mondta, és fölnyitjuk az eredeti héber szentírást, egyáltalán sehol nem mondott ilyet a hű Dávid. Hol találjuk meg ezt a mondást? A Vulgáta fordításában. Csak is a Vulgátában. De ugye, hogyha ezt nem a Vulgátát használjuk, akkor érthetetlen az egyház liturgiája, hogy ugye már Dávid megjövendőlt a keresztvár. Vagy például mondjuk egy ilyen dolog, hogy a húsvét vasárnapi mise introitusa kezdőéneke, hogy föltámadtam és újból veled vagyok, reám tetted a kezedet, csodálatos előttem a te tudásod. Ugyan ez is egy idézet, egy szentírás idézet, amit nagyon nehéz megtalálni, hogyha az eredeti görög vagy héber szentírás nézzük, tehát ez csak a Vulgátában van így, de hát milyen szép képe a föltámadásnak, hogy a föltámad Krisztus mondja az atyának, hogy feltámadtam és újból veled vagyok, reám tetted a kezedet. És csodálatos előttem a tudásod, ugye. Tehát egy csomó ilyen baj, hogy az apostoloknak a zsolozsmája is a miséje, hogy azt mondja, hogy mi tiszteletre méltó barátaidó Isten, mi erős köztünk az ő fejedelemségük. Na most, hogy mi tiszteletre méltó, ezek a barátok, ezek csak a Vulgátában vannak benne, mert más fordításokban parancsolatok, vagy bölcsességek, vagy ilyesmi. Tehát szóval ez, hogyha a liturgiát így érteni akarjuk, akkor tudnunk kell a Vulgátát. No, ugye a tridenti zsinat ki is mondta a Jeromos-féle Vulgáta hitelességét, és normatív oldalt, tehát ez a tekintélyel felruházott hivatalos fordítás, amelynek a tridenti zsinat kimondja a teológiai tévedhetetlenségét. Tehát nem nyelvileg tévedhetetlen, nyelvészetileg nem tökéletes alkotás, de teológiailag abszolút ugye normatív is tévedhetetlen. Megszentelt az évszázados használat,
és mondhatjuk, hogy a Vulgáta latinja a sok évszázad liturgikus használata által az Istennel való társalgásunk anyanyelvévé vált. Na most ugye itt nagyjából befejeződik az, amit előkészítettem, de szóval nagyon-nagyon fontos, főleg azzal, aki komolyan akar teológiával foglalkozni, és aki tényleg a forrásokból akar tájékozódni, és nem másod vagy harmad kézből, hogy ugye nem teheti meg másképpen, mint hogy belássa magát a latinba, és megtanul latinul. Nem beszélni, nem szónokolni, ez már manapság nagyon ritka, de érteni az ősi szövegeket. És hát gyakorlat teszi a mestert. Én ugye leginkább a Zsolozsma segítségével tanultam meg latinul, ugyanis kispap koromban nagyon megijedtem attól, hogy ha engem egyszer fölszentelnek, akkor halálos bűntelre alatt minden nap el kell mondanom a teljes Zsolozsmát. És ez iszonyatosan soknak tűnt nekem akkoriban, mert akkor még jóval kevesebbet imádkoztam. És hát ugye aztán szépen rávettem magamat, hogy persze hát a magyar nyelv, új ritusú Zsolozsmát elkezdtem az első teológiai év után imádkozni nap, mint nap, és aztán ugye az évek folyamán ez már természetessé vált, és utána, amikor már a magyar ugye a fülembe volt, és teljesen magától jöttek a magyar zsoltárok, akkor átértem ugyanennek a latin változatára, és aztán évekig ezt végeztem, de úgyhogy mindig bejött a magyar fordítás is, és így aztán összekapcsoltam a latin szavakat a magyarral, és valamiképpen ugye eljöttek ezek az asszociációk, és aztán még később pedig rátértem a régi ritusú latin zsolozsmára, ami körülbelül négyszeres adagja az új ritusúnak, és ugye hát itt már ugye meg kellett szokni a himnuszoknak a nyelvezetét, még jobban az egyházatyáknak a nyelvezetét, stb. De hát mondom, ez nem megy másként, mint hosszú-hosszú évek gyakorlata is nap, mint nap, hogyha az ember ezt csinálja, ezzel találkozik, ezzel él, akkor nem probléma. Úgy tanulja meg, mint ahogy a csecsemő is megtanulja az anyanyelvet spontán módon, a használat által. És ez az, amit nagyon kéne ugye valamiképpen a papnevelésbe is visszacserpészni, sőt a katolikus keresztény intelligencia nevelésébe is visszacserpészni, mert ugye ez csak az ellenségtől jöhet, hogyha mi a nyelv nem ismerete miatt elszakadunk a gyökereinktől, és elvész az a normatív kultúra és az a normatív tudás, ami alapján világosan láthatunk a mai világnak a különböző problémái is, és zűrzavara között is. Úgyhogy hát minden esetre én azt hiszem, hogy anélkül, hogy most mindnyájan latin szakértők is, nyelvészek kell, hogy legyünk, de ez a liturgikus használat, ez azért azt hiszem, hogy egyikünknek sem tesz rosszat, hanem nagyon sokan gazdagítja a lelkéletünket is, a tudásunkat is, a gyökereinkhez való hűséget is. Hát bárcsak a Jóisten minél több katolikusnak megadni ezt a tapasztalatot. Köszönöm szépen a kedves figyelmünket!